következő gyakorlatban egy olyan alapgyakorlatot mutatunk be, amelyben elsőben a gerincfeszítőizmok, a csípőfeszítőizmok, illetve a combhajlító izomzata fog dolgozni. Ebben a helyzetben egy tarkoltartást szeretnék kérni tőled, Zsani. Jó, zárd a lapockáidat, hasadat, fenekedet feszítsd meg. A térdelet tartsd enyhén hajtott helyzetet, próbáld meg rögzíteni, és ebben a helyzetben törzs döntéseket szeretnék kérni, olyan mélységig mennyire, amíg tudod tartani ezt a pozíciót, illetve a hátadnak az egyenes test helyzetét. Amikor megyünk le, akkor szívod be a levegőt, amikor pedig jössz föl, akkor fújod ki a levegőt, végig próbáld a törzsizomzatokat feszesen tartani a mozdulat során. Jó. Azon kívül, hogy a gerincfeszítő farizom, illetve combhajtó izmok dolgoznak, nagyon-nagyon jól mobilizálja a hátsó izomláncot, tehát ebből a szempontból egy kicsit ilyen korrekciós gyakorlatnak is beleillik. Jó, köszönöm szépen!